Sziasztok! Ez itt a Talán még innovatív. Ezek azok a kis hírek, melyeket két hetente hozok el nektek. Részben íron egyéb innovatív vállalkozásairól lesz szó, mint a Boring Company, Hyperloop, a Starlink vagy a Nuralink. Részben pedig új és régi amerikai autógyártók elektromos kezdeményezéseire koncentrálok, melyek talán még innovatívak. Joe Rettinger eladja LucidJét. Igazából a szoftveren kívül nem volt problémája az autóval abban a szerencsés helyzetben van, hogy a Luciddel egy időben megérkezett Riviánja is. Családja több hasznát veszi az elektromos pikapnak, így kihasználta, amíg még magasak a használt autó ára. Jay Leno elsőként próbálhatta ki a Cadillac Lyriket. Nagyon tetszett neki, hogy a 60 ezer dolláros autó olyan luxusnak érződik, mint a kétszer annyiba kerülne. Ha eleget tud a GM gyártani belőle, akár jó Model Y és Mac I -E alternatíva is lehet az államokban elkezdték gyártani a Lotus Elletre elektromos sport SUV-t. Legördült az első darab a Wuhan gyáruk futószalagjáról. Az első elektromos Hyper SUV-nek kategorizált autó duálmotoros 600 lóerős. Gyorsulása 3 másodpercen belüli 100-ra, az ígért hatótáv 100 kWh akkumulátorral 600 km. Hamarosan érkezik egy 900 lóerős, 120 kWh akkumulátor csomagos verzió is. Ez az első autó, ami eltüntethető lidarral van felszerelve. A Ford Blue Cruise önvezető rendszere elérte a 10,6 millió levezetett mérföldet. A szoftvert 66.500 ember használta az engedélyezett 130.000 mérföldes feltérképezett utakon. Sandy Muro f 158 nem más, mint maga Jim Farley, a Ford CEO-ja, és két másik felső vezető szállították ki. Corey és Sandy meg is interjú a Ford delegációt ezt röviden itt össze is foglalom. A technikai vezető Doug Field egyébként 5 évet dolgozott a Teslánál, illetve pár évet az Apple-nél is. Dag elmondta, nagyon nyitottak mindenre. Doug elmondta, nagyon nyitottak mindenre. Így arra is, hogy iparági szabvány legyen a Tesla amerikai Supercharger csatlakozója. Linda Zeng, az F-150 Lightning program vezetője pedig megosztotta, nagyon fontos volt, hogy ne csak egy elektromos verziót gyártsanak legnépszerűbb pick az teljesen egyértelmű számukra, hogyha csak elektromos autókat gyártanak, azok nem biztos, hogy jól fognak fogyni. Szerintük egyébként eleinte nem kell minden kategóriában versenyezenek. Jim Farley szerint elérhetik a kétmilliós elektromos autó kapacitást három és fél éven belül. Sandy azon kérdésére, hogy hajlandóak-e együttműködni a Teslával, Jim egy kitérő választ adott. Szerinte nagyon fontos a cégnél a függetlenség. Múró tanácsát viszont megfogadta a vertikális integrációról. Fárli megosztott egy érdekes sztorit is. A Ford előtt Jim a toyota dolgozott. Egy régebbi Priusa volt, amihez még újonnan járt az AJOB matrica. Ezt manapság csak teljesen elektromos autóknak adják. Ez a matrica egyébként arra jó, hogy egyedül is be lehet hajtani azokba a sávokba, ahova amúgy csak több utassal lehetne. Ez Fárli útvonalán egyébként 5 perc előnyt jelentett a normál sávok forgalmához képest. Eladáskor 5000 dollárral ért többet autója, mint a matrica nélküli Priusok. Vagyis az emberek 5000 dollárt fizetnek azért, hogy napi 5 percet spóroljanak Kaliforniában. Így gyulladt ki a lámpa nála. Megkérdezte magától, akkor mennyit fog érni majd a teljes önvezetés? Vagyis mikor akár egy 45 perces úton is foglalkoztatunk mással a vezetés helyett. Lényegében itt a Ford vezetője arra utalt, hogy egy jó rendszer akár 45 ezer dollár is lehet. Végül Jim nagyon megköszönte Szendinek a kritikákat, és elmondta, kényelmetlen, de nagyon nagy szükség van rájuk. Hihetetlen hálásak a munkájáért. Szendi nem jutott szóhoz, úgy elérzékenyült a magasról jövő dicséret hallatán. We're here. Wow, Wow. wow. Eladó a Starling filmje. Na nem filmet forgatnak magukról, hanem egy új, még sötétebb réteget fejlesztettek ki a műholdakon, hogy ne zavarja az astronomiát. Több száz rétegből áll ez a film, és mégis vékonyabb, mint az emberi haj. Jonathan McDowell, asztronómus megosztott egy képet, ahol a Starlink műholdak előfordulása látható. A csíkok a nemrég felbocsátott műholdvonatok. Egy-két poláris műhold is látható a képen. A másik érdekes térkép a hibás Stálinkek légkörbe lépésének helye közben a műholdas szolgáltatás már a dominikai köztársaságban is elérhető, illetve Moldovában is. Újabban kicsit belassult a feliratkozások száma. Megkérlek titeket, hogyha több mint három videót megnéztetek tőlem, iratkozzatok fel! Ezzel tudjátok legegyszerűbben és legolcsóbban segíteni a csatornám. Ezzel jelzitek a YouTube-nak, hogy ajánlja a csatornámat másoknak is. Szeretném évvégére elérni az 5000 feliratkozót a lájkok pedig a videók népszerűsítését segítik. Köszönöm! Bajban a Lucid. A cég a második negyed évben 679 darab autót szállított csak ki. A nettó bevételük 97 millió dollár volt, a várt 147 millióval szemben. Az előrejelzéseik szerint 6-7 ezer autót gyárthatnak majd le ebben az évben, az előzetesen ígért 12-14 ezer helyett. A második negyed év alapján még a 6000 is merész állítás. Ahogy Musk szokta mondani, a gyártás nehéz. A Lucid részvényára a tőzsdezárás után 12%-ot csökkent. Gary Black kommentje fergeteges volt ezzel kapcsolatban. Leírta, Peter Rollinson, a Lucid CEO-ja vontatott beszédében eltúzott brit akcentussal elmondta, milyen hihetetlen igény van autóikra a gyártási nehézségek ellenére. Olyan volt az egész, mint egy esti mesét mondó nagypapa az égőházban. Ilon reakciója sem volt rossz. Azt írta, több gyereke volt a Q2-ben, mint amennyi autót gyártotta a Lucid. Az Aptera nem sokára bemutatja az autójuk belsejét, addig is pár ízelítőkép már előkerült. Látszik, hogy nekik is megtetszett a jó kormány. Úgy tűnik lesz egy nagyobb kijelző középen, és egy kisebb a kormány fölött az index kapcsoló kísértetiesen hasonlít a Tesla Model 3 és Y kapcsolójára. Látszólag rengeteg hely lesz az autóban. Visszatérve Joe Rettingerre, ki is használta a Riviant. Felpakoltak, hogy elmenjenek vele a Yosemite Nemzeti Parkba. Ezt nyilván a lucid egy kicsit nehezebb lett volna megoldani. Közben kijöttek az R lopakodó kinézetével. Ez nem jelent más, csak az, hogy a kromdíszeket feketére cserélik. Nektek hogy tetszik az új kinézet? Köszönöm minden Patreonos és YouTube támogatómnak is a támogatást, nélkületek nem lenne értelme ezen videókat elkészíteni. A hírekben látott videók linkjeit megtaláljátok a leírásban, az egyéb linkekkel együtt. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést. Ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek. Pénteken folytatom a teslás hírekkel.